Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket, visszatértem a House Flipperrel, amit egyébként már nagyon-nagyon sokan kérdeztetek, hogy mikor lesz belőle újból ugye élő adás. Én a játékot végigjátszottam, viszont láthatjátok, hogy nem az én nevem díszeleg ott a mentéseknél. Ennek az az oka, hogy ugye időközben számítógépet cseréltem, és mint kiderült, a House Flipper nem felhőbe ment, ezért elveszett a mentésem. Na most ugye a tegnapi nap megjelent egy teljesen új kiegészítő csomag a House Flipperhez, amit egyébként meg is tudtok majd nyerni ebben a streamben. És ahhoz, hogy azzal az új kiegészítővel tudjunk játszani, egy olyan mentés kell, amiben már legalább 7 munkát megcsináltak. Úgyhogy én letöltöttem egy fullos mentést, hogy ki tudjuk próbálni az új DLC-t, viszont lehetséges, hogy majd el fog kezdeni egy teljesen újat is, mert igazából hiányzik a mentésem. Tehát, hogy annyira jó volt, annyi minden szépet megéltünk. Ott volt például a szivárványház, amit ugye még Jánosi Gergő adott ki nekem challenge-be. Ott volt annyi minden, ott volt a csókos szájos budi, minden, és ezek mind-mind elvesztek. És egy kicsit szomorú vagyok egyébként emiatt, viszont mindenféleképpen szeretném az új DLC-t kipróbálni, úgyhogy szerintem így lesz egyébként most, hogy megnézzük ezt a pro-mentést, és akkor utána pedig majd lehet, hogy vagy ebben a streamben, vagy egy másikban kezdek egy teljesen újat. Erről igazából írjátok majd meg a véleményeteket, és apukámnak egyébként érzéke van, hogy mindig akkor hívjon, amikor én belekezdek egy élő adásba, úgyhogy, ja, nem tudom, pedig tudja amúgy, hogy streamelek, nagyon jól tudja, hogy streamelek, de soha nem néz rá egyébként arra, hogy hogy éppen élőben vagyok-e? Lesz azon bizonyos a tegnapi miatt? Miért ne lenne? Hát, ilyen kérdést. Na, szóval itt van ez a ház, ami nem az enyém, hol vagyok? Nem is tudom, hol vagyok. Összeragadtak a gumimat szélem egy nagy fürtbe, mint egy valami szőlőfürt. Úgy rágcsám le az egyes macikat, és sziasztok! Ja, hogy szőlőfürt, csak... jó, én nem tudok olvasni. Na nézzük ezt a szép asztalt, remélhetőleg itt akkor már majd láthatjuk az új küldetéseket, mert hogy azt írta nekem, hogy ugye ahhoz, hogy ezeket a luxus DLC-seket tudjam játszani, ahhoz mindenféleképpen meg kell csinálnom 7 munkát. Viszont én most itt nem látom a luxus DLC-s cuccokat, ami egy kicsit elszomorít, mindjárt megnézem egyébként, hol csúszott félre ez a dolog, mert hogy a DLC megvan, le is töltöttem, és elméletileg ennek mennie is kellene, úgyhogy átmegyek a főmenübe és megnézzük, hogy esetlegesen ezzel tudok-e valamit kezdeni, itt van. Tehát ez így le is van töltve. Igen, érdekes a történet, eddig lehet, hogy akkor ezzel a mentéssel nem is tudok a luxus DLC-vel játszani. Ne szivas játék, ne szivas! Én itt már mindent elterveztem, azért kezdtem egyébként pár perccel később, mert nem szerettem volna, hogy 7 küldit meg kelljen csinálni, úgyhogy gyorsan kerestem egy mentést. Meg így próbáltam meg a régi gépemről megmenteni. Itt van a Luxury Flipper, megvan! Megvan, ja, csak ez is olyan, a HGTV-s kiegészítő. Oké, akkor hajó! Nézzük, minden jó, ha jó a vége. Jimmy kihasználva apja távollétét hatalmas bulit szervezett a családi jakton. Nagyon jól érezte magát még a barátaival, amit az itt hagyott óriási rendetlenség is bizonyít a fiatalság társaság kedvelőinek, most szükség lenne valakire, aki az apja visszatérése előtt kitakarítana. Szerencsére még körülbelül egy hétig világ körüli turnén van. Kellemetlen. Kellemetlen a kis suhanc fiú! Úgyhogy mehetek takarítani. Ez nem Sims jellegű, inkább takarítani kell, felújítani, ilyen kis tipik chill játék, nagyon-nagyon szeretem egyébként, hogyha szerettek ilyen kis pepecselős munkákat csinálni játékokban, akkor kifejezetten tudom nektek is ajánlani. Hát tegnap óta van hajó. Ó, és még beszélnek is. Az nem semmi. Na, igen. Eszméletlen buli volt. igen, annyira ismert vagy, hogy... Az csak na! Ez kellemetlen. Azt, hogy az apja hamarabb hazajön. De egyébként ez tök jó, hogy most van itt egy ilyen kis... cutscene tulajdonképpen. Ilyen eddig nem volt, mindig csak egy leírás volt a munkákhoz, és csinálni kellett, de most van animáció, meg minden. Az a pizza az ágyon! Ajjaj! Jó, meg kell keresni akkor majd a lemezeket. És akkor a faternak vissza kell rakni, hogy föl se tűnjön neki! Sziasztok, kacok!
Hát, ha extra meghálálod, akkor talán segíthetek. Jó. I'm on a boat. Minden jó, ha jó a vége. Jó, hát akkor ezt a hajót kell elméletileg kitakarítanunk, illetve felújítanunk, ami egyébként egy eléggé izgalmas kis munkának tűnik. Murais Bay ügyfelei nem panaszkodhatnak a pénzhiányra, de még ők is szeretnének kordában tartani költségeiket a felújításokra, miatt meghatározott költségvetés áll rendelkezésre, ne feled, ne lépt az túl. Jó. Na, akkor szerintem kezdhetjük is a takarítást. Igen, első körbe szerintem akkor összeszedhetnénk a szemeteket. És akkor most kezdődik az igazán chilles rész, beszélgessünk, skacok, mi újság van veletek, mi történt veletek a mai nap. Én hogy vagyok? Meg vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Tök jól érzem magamat, a mai nap az kifejezetten jó volt eddig. És bízom benne, hogy ez továbbra is így marad. Mondom, annak ellenére, hogy realizáltam, hogy elveszett a saját House Flipper mentésem, de hát evan. Igazából ezzel is tudom csinálni az új DLC-t, úgyhogy olyan nagy baj nincsen, csak egy picit azért. Sajnálom. Mindegy, igazából megvannak ezek a felvételek, szóval ha nagyon szeretném, vissza tudom őket nézegetni, csak... Na, értitek. Értitek, szerintem. Ezeket szerintem nem tudom kidobálni, vagy ki tudom? Ezt az üveget valamiért nem tudom. Viszont a poharat ki tudtam. Lehet, hogy akkor ez ilyen műanyag pohár. Ha voltál matek versenyen? Na, az király! Milyen volt, hogy ment? Mesélj! Aztán én meg közben itt szépen feltakarítok. Jó, majdnem ráugrottam az üvegasztalra, az mondjuk kellemetlen lett volna. Gondolom egyébként azért kell 7 munkát megcsinálni, mert akkor old fel az ember valami olyat, ami majd kell ezekhez a munkákhoz. Tudom én, falat építeni, vagy ilyesmi. Olyan sok mindent csak takarítani kell. Akkor viszont nem értem. Azt mondja a játék, hogy először a csótányokat csináld meg, aztán majd mehet a többi. Ugye vannak csótányok is ebben a játékban. Cseles vagyok? Na? Ó, jobbulás kívánok, Anikó! Akinek meg esetleg nem volt annyira jó napja, annak remélem egy kicsit szebbé tudom varázsolni így a mai streammel. Egyébként tervezünk ma több streamet is. Most viszont lesz majd egy kisebb szünet majd a kettő stream között, mert még egy YouTube videót mindenféleképpen szeretnék a mai nap befejezni és feltölteni nektek. Ilyen 90%-ban készen van, de azt még szeretném a következő stream előtt megcsinálni. Köszönöm szépen, Berci, nagyon aranyos vagy. Örülök, hogyha tetszenek a tartalmak. Sorsolni egyébként kétszer fogok ebben a streamben. Az első alkalommal az alap House Flipper játékot tudjátok majd megnyerni. A második alkalommal a stream vége felé pedig ezt a DLC-t, szóval igazából lesz mindenkinek lehetősége. Annak is, akinek nincs meg a játék, és annak is, akinek már megvan. Igazából így láttam a legjobbnak, és remélhetőleg így majd tetszeni is fog nektek. Otthon ülsz betegen, jobbulást kívánok! Remélhetőleg hamarosan meg fogsz akkor gyógyulni. Itt aztán volt buli! Itt aztán volt buli! Amúgy nagyon jó fejek tényleg a srácnak a haverjai, hogy így leléptek takarítás nélkül. Tehát én azért elgondolkoznék, hogy értem én, hogy híres, és valószínűleg nagyon jó csajok voltak, meg ilyenek, tudjátok, mint az ilyen amerikai filmekben. De akkor is. Hát milyen haverok az ilyenek, akik ilyen rumlit hagynak itt? Ez mondjuk nem tudom, hogy ez asztal lenne? Vagy mi ez? Ez ilyen lábtart? Oda rakunk egy asztalt, és oda majd lehet rakni a finom üdítőket. Nincs kedvem, hogy esetleg a te szobádat is kitakarítani? Hát figyelj, megbeszélhetjük. Hosszú a várakozási lista, mint ahogy láthatod ebben a játékban is, rengetegen szeretnék, hogy takarítsak nekik. De ki tudja. Mi volt a gyerekkori mese karakterem? Mármint, hogy a kedvenc mesém, arra gondolsz? Bent a polcon maradt egy doboz, köszönöm szépen, mindjárt megnézem. Bent a polcon? Itt van bent polc. Aha, két szemét van még, igen, amit mindenféleképpen el kellene távolítanom, viszont én itt nem látok bent polcot. Lehet, hogy itt lejjebb kell majd menni, de szerintem azt már külön szobának fogja érzékelni. Hát én esküszöm, hogy vaksi vagyok, de nem látom, hogy hol van polc. Ezek szemetek. Jó, ezt ki tudtam dobni. De még így is lesz mit eldobni. Ja, konyha pultra gondoltál? De még így sem vagyok amúgy teljesen meg. Ezeket a tányérokat szépen így egymás tetejére rakosgatjuk, mint hogyha nagy rend lenne. Semmi sem történt, de srác egy kis takarított, olyan jó fej volt.
konyhapultban van a szemét. Ó, barna szekrény. Jó, mindjárt megnézem. Köszönöm szépen közben, hogy segítetek. Megnézzük akkor azt a barna szekrényt. Jó. Hogy ezeket így ki lehet nyitos... ki lehet nyitogatni, tényleg. És itt erre gondoltatok, jó. Hát figyelj, a kanalakat nem tudom igazából hova rakjuk. Igazából be is lehetne rakni ezekbe a szekrényekbe, de... Szerintem az ott jó lesz, és akkor Max majd még elmosogat. Mosogatás nem vállalok, az nincs a játékban, úgyhogy azt nem tudom megcsinálni. Meg amúgy szerintem ezt is igen, meg kellene javítani, nem? Ott is volt szemét. Várjál csak. Azt ott jól elrejtették. Ezt nem lehet valahogy megjavítani? Eltávolítás. Ugye ezt el kell adnunk? Oké, ezt el kell adni, és akkor egy feszhűtő szekrényt kell. Mini hűtőszekrényt, meg egy új kemencét is. Kellemes, kellemes. Nem tudom milyen színű volt. Legyen fekete. Igazából az így illik szerintem ehhez. Az tök jó, Luca. Jó, és akkor még igen, itt volt kettő darab szemét. Meg is van! Igazából itt kellene majd még szépen rendet rakni az asztalon. Tudom, hogy egyébként ez nem feladat, enélkül is elfogadná a játék, de rend a lelke mindennek. Én nagyon szeretem egyébként tényleg akkor már szépen megcsinálni ezeket a munkákat. Ha már valamit elkezdek, akkor azt általában szeretem tökéletesen befejezni. Ez az én nagy hibám. Nem tudom ki minek fogja föl igazából, de szeretem tényleg szépen rendben tartani, hogyha már nekiállok a dolgokat. Otthon is így takarítok, ugyanilyen tanástalan poszban szoktam magam előtt lógatni a kezem. Most takarítok? Most amúgy mi történik? Na, agabó. Nem tudom, skacok. Tervezgettem egyébként a Minecraft streamet, de mostanában így streamben nem nagyon volt kedvem vele játszani. Mindig abból vannak streamek, amikhez kedvem is van. Én csak azért nem szoktam játszani egy adott játékkal, mert most... Azt mondjuk többen néznék, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nekem mindig hangulattól függ ez. Ha lesz hangulatom hozzá, akkor biztosan lesz, meg majd szeretnék hardcore-ból is élőt. Kicsit nagyobb farmot építeni, ilyesmi, és azt videóban nagyon macerás lenne, élőadásban pedig szerintem pont jó. Úgyhogy lesz majd, de nem tudom, hogy mikor, úgyhogy... Sajnos ezekre a kérdésekre továbbra se tudunk válaszolni. Bármennyire is szeretne egyébként minden videós ezekre válaszolni, nem vagyunk jó sok, úgyhogy nem tudjuk. No! De amúgy, ha beköveted az oltalt, akkor úgyis kapsz róla értesítést, szóval... Érdemes egyébként, ha még nem követtetek be itt Facebookon, a felkiáltójel notify parancsot beírni a chatre, és akkor kaptok mindig értesítést az élőadásokról. Majdnem minden nap csinálok egyébként élőket, szóval... Van bőven. Azt nézem, hogy el kell távolítanunk ezt az elektromos tűzt. Miért? Ezzel mi történt? Ez csak így... Várjál, ez a sütő eddig nem volt itt? Hogy került ide egy sütő? A buli miatt hoztak egyet? Vagy ez így hogy? Jó, egy kemencét kell még viszont vennünk. Mindjárt megnézem én azt a kemencét, hogy akkor az hogyan is... Ja, hogy ez a kemence, értem. Nekem valami egészen más jutott eszembe kemencéből, de... Akkor úgy látszik, hogy kell ez ide, csak ki kell cserélni. Akkor azon nem tudom, mi volt a probléma. Az nem tűnt annyira rossz állapotúnak. De úgy látszik, akkor leharcolták. Biztos valami finomat főztek, és hát nem voltak ügyesek, na. Igen, Timi, tudom, de azt meg kéne azért csinálni. Lassan elfogy viszont a büdzsé. Az nem jó. Pilóta fülke készen is van. Feljövök akkor ide. Lesz itt is, ahogy látom, takarítani való. Hát konkrétan egyébként szerintem kevesebb pénz áll rendelkezésre gazdagéknál, mint az alapmunkáknál. Jelenleg olyan érzésem van. Majd még persze, majd az én pénzemből kell majd kifizetni azért, mert úgy bulizott. Hát kíváncsi vagyok. Kik nyerhetnek a sorsoláson, akik lájkolnak, megosztanak? Nincs semmilyen kikötés. A lényeg, hogy itt legyél és jól érezd magadat. Én nem szoktam ilyen feltételekhez kötni az ilyesmit. Mivel tudom, hogy vannak például olyanok, akik nem tudják bekövetni az oldalt, mert mondjuk nem a saját fiókjukról nézik, ilyesmi, ezért nem szeretném én ehhez kötni.
Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogyha megosztátok, tehát nekem az tényleg nagy segítség, hogyha szeretnétek nekem egy picit segíteni, akkor ha megosztjátok a streamet, nagyon szépen köszönöm, de nem szeretném én ilyesmihez kötni. Én úgy vagyok vele, hogy legyetek itt, élvezzétek a streamet, és akkor közben még kaphattok ilyen kis ajándékot is. No! Köszönöm egyébként a kérdést, mert tényleg vannak sokan, akik ehhez kötik. Mi történt apám horgonyával? Mi lett ez? Miért lett ez? Ez egy horgony! Renoválás! Ó! Rendben, ott hozd, még vannak az eszközeid hozzá, ugye? Így össze lett karistolva. Oké. Okay. Ó! Ez fából van, azt hittem fémből. Jó, most már értem, mivel a probléma. Mindenhol ragyognia kell. Hát, ha már legközelebb szerintem ne ezeket a barátaidat hív meg bulizni, mert... Az, hogy itt hagytak téged... Az... Az már alapjában szomorú, de hogy még a Fatero cuccait is tönkretették... Én elgondolkoznék ezen a baráti társaságon, eléggé erőteljesen. Nem biztos, hogy mindig a híres és klassz barátok az igaz barátok az életben. Jó. Meg kell fordítani... Oh! Hát ez nagyon király. Persze, még le is festem, olyan szép lesz. Restaurálni kell a horgonyt. Igen, látom most már. Nézzen úgy, mint a kész lenne. Ó, wow, pácolás és mázolás. Hát de milyen színű volt eredetileg? Faternak fel fog szerintem tűnni, hogyha... Most nem olyan lesz a színe, mint amilyen volt. Nem? Hát, hogy ebből elég nehéz eldönteni, én erre a színre tippelnék, ez a mahagóni vagy irokó, de nekem inkább ilyen mahagónira hasonlít ez a szín. Hasonló színű egyébként a kerítésünk. Nagyon-nagyon szép lesz. Ígérem! 92%-on van. Hát szerintem a festés megvan. Most már csak... Á, nem, ott még nincsen rendesen lefestve. Nagyon szép. Zsoda! Csodálatos. Ah, jó, oké, mégsem. Megvan, megvan. Sziasztok, skacok, üdvözöllek titeket. Vasmacska helyett famacska. Hát figyelj, ez még szerintem izé. Egyébként a gyerek megérdemel egy álcsúcsonvágást. Hát, igen. Nem, nem biztos, hogy ez egy jó dolog, de hát mindegy. És mi még segítünk is neki ebben. Az ebben a durva, hogy mi még segítünk is neki. Pedig ebből tanulnám meg igazán, hogy legközelebb jobban értékelje és figyeljen oda a dolgokra. Úgyhogy nem segítene neki senki. Jó, legyen ez. Várjál csak, ne legyen más színű. Legyen ilyen ébenfa. Ez a része. És akkor tök jól fog szerintem kinézni. Na! Tökéletes lett, na! Tök újnak néz ki az észre, pedig jobb, mint apué, közi. Az? Derék! Derék, kedves! És ez itt volt a földön? Ezt nem kéne amúgy arrébb rakni? Hát jó! Ez ilyen videójáték logika, úgy érzem. Ahú! Beágyazunk. Nem tudom, ez most csak a takaró olyan, mint hogyha belecsináltak volna, vagy ez ilyen? Most csak a szemeteket kell itt... Ó, valaki összetört valami üveget is. De remélhetőleg valami szép kristálypohár volt. Még fel is kapcsoljuk a lámpákat. Ez egyébként olyan, tudod, hogyha valami nagy gubancot, valami nagy rosszaságot követsz el, akkor mindig valami kis aprót hagyjál ott, hogy azt vegyék először észre. Tehát, hogyha fel van kapcsolva a lámpa, Fater Max kiakadt, hogy mi a ég itt a lámpa, mondtam, hogy kapcsold le, és lehet, hogy nem fog neki feltűnni. Egyébként valami nagyobb gubanc is volt itt. Vagy esetleg valami más is lehetne sus. Úgyhogy nem én adtam nektek ezt a tanácsot. Törött tükör. A tükör törött össze. De egyébként ez működik. Ez működik. Te mondod itt, hogy milyen szín, meg ilyen szín, és látom, hogy barna, meg fekete. Hát, jó, igen, ez ilyen csajos általában. Hát, azt hitted, hogy a te szobád a kupis? Várj, mire kell, szerintem egy... Nem kell ide még egy tükör? Faternak nem fog feltűnni, amúgy egyel kevesebb tükör van itt?
Jó, igen, nem zavar. Szépként lehet ide föl kéne rakni, nem? Szuti itt fönt volt a falon. Már azért sokkal jobban mutat. Nem tudom, nekem ez a takaró nagyon nem tetszik, de hát... Ez az övéké, jó, itt csak takarítani kellett, hogyha jól látom. Hű, de fura ez a fürdő. Ennyi? Ez kész is? Felhagyjuk a WC ülőkét is, hogy Fater ezért is beszóljon. És akkor még itt van. Itt van ez a kis apró szemét, amit el kell, hogy takarítsunk. És meg is van. Ez single játék, úgyhogy... Ezt most csak egyedül tudom játszani, azért nincsen itt Timu, de majd a kövi játék elméletben, amit játszani fogunk streamben, az közös lesz, szóval... Itt lesz akkor ő is, hogyha hiányzik nektek. Jó. És akkor még itt kellene takarítani. Jó, retkes ám, itt is minden. De csak a szemeteket kell szerencsére kidobni. És ezzel a szobával is megvagyunk, hálószoba megvan. Amúgy menő ez a jacht, el tudnám fogadni. El tudnám fogadni. Mit kell még itt? Ja, még van egy emeleti rész. Az lesz akkor a kemény, úgy érzem. Az lesz akkor az igazán... Ja, nem, ezt is megcsináltuk. Még feljebb? Mit kell akkor még megcsinálnom? Mert hogy még nincsen teljesen kész, azt látom. Volt valami lemezes... Lemezes sztori is, hogy a Faternak a lemezét... Tönkretették, vagy mi volt, hogy meg kell őket keresni. De az hol van? Fús kacok, ti tudjátok esetleg? Játszottatok a játékkal, vagy ilyes? Ah, itt lesz, jó. Két ilyen lejárat van. Itt van az, amit mutatott. Hát az egyik az ott lesz a földön, ahogy látom. Szerintem ez a kép se így nézett ki eredetileg, úgyhogy ezt a falfirkát leszedjük. Ez a gitár valószínűleg így volt itt fönt. Bár én nem tudom. Azért az úgy kemény. És akkor ide kell az egyik. A másik pedig oda föl. És a Fater ágyára még egy pizza is került. Hát... Nem semmi. Jó, beágyazva elméletileg itt be van. Még itt vannak ilyen kis kupák. Ezeket is egyébként lehet érdemes lenne akkor már szépen beforgatni. Jaj, de szép! Oké, és még valahol takarítani kell, de hol? Jelmeteg, ez a szoba nem teljesen tiszta. De én itt nem igazából látok olyat, ami mocskos lenne. Lehet, hogy ezzel együtt... Nem, ez fürdőszoba. Itt 61 szer... Lehet, hogy az ablak. De nem, az ablakok is eléggé tiszták. Egy melltartó volt a földön? Fel se tűnt. Komolyan melltartó volt a földön. Ilyet? Hát figyelj, végig sikálom. Na, tiszta. Valahol koszos volt, ne kérdezzétek. Biztos ezért volt, nem? Fürdőruha. Mármint, hogy egy jakton... De jó ez a kis szekrény. Jakton simán elő lehet, vagy előfordulhat bármikor. Azt gondolom, mennyit tetszettek itt a srácok. A buli alatt? Ja, hogy ez egy tükör. Én meg mentem volna neki. Én meg mentem volna békosára földön. Ejha! Nem semmi. Minden kész. Jó. Kaptunk érte pízt. És akkor most megnézhetjük, hogy milyen lett. Ilyen volt. Ilyen lett. Akkor is elhagyta. Jó, oké, jogos. Végig sikáltam UV lámpával, azért ne nézzek körbe. Falon a lemez nem volt pont középen. Hát... Ó, tényleg, az aranylemez az nem volt középen. És még így le is fotózták, hogy nincs középen. Kellemetlen, de... Ebben, I guess. Új házak vásárolhatóak. Végez feladatokat, hogy új házakat, felújítási munkákat oltass fel. Irodában található laptopot segítségével ellenőrizhet a megvásárolható házakat. Ó, akkor gondolom majd tudok magamnak saját jaktot. Ja, megnézem egyébként. Háza Holdon, wow, ez is menő.
Hát igen, ez a kis izé van ebben a mentésben. Ugye nekem már sokkal jobb házam volt. Tisztára szomorú vagyok emiatt. Na de nézzük meg a következőt, ami ez lesz. Egy új fejezet. A Maurice Bay tárt karokkal fogadja Hiroshit és Yunát. A fiatal számítógép mérnök pár mindkét tagja a városban kapott munkát, ezért kerestek maguknak itt lakást. Segítséget a környékbeli barátaiktól kaptak, akik felajánlották, hogy eladják veszteséges nyomda stúdiójukat. Az új lakóknak csak egy kis segítségre van szükségük, hogy lakhatóba váljon az ingatlan. Jó, hát nézzük meg. Csak segítünk nekik. Köszönöm szépen, aranyos vagy mostanikül nagyon. Úgyhogy, ja. Meséljetek egyébként is, kacok. Tényleg, hogy így, mi a terv a hétvégére? Hát mindjárt itt a hétvége. Mentek esetleg valahova, vagy mit fogtok csinálni? Úgy hallottam, most kezdtél a Moonrise betonga, ez nem okozhat problémát, hisz mi is? Hú, ez a nyomda, és akkor ebből lesz nekik a ház. Amúgy tök jó, jók nagyon ezek a kis történetek. Jobban ki vannak már ezek tolálva, mint az alap House Flipperbe. Látom, azért a sok House Flipperes poszter nagy rajongók lehettek itt a nyomdába. Amit készül a takarítás, elmondom részletesen. Egy új fejezet. Hétvégén nem megyek sem, holnap megyek barátaimmal a moziba. Ú, és mit néztek? Keringő próba lesz, hétvége otthon munka. Itt van leszek, pihenek, tanulok, a hétvégén unalmas lesz. Oh. Nemrég nyomta végig a House Flipper alapküldiket. Na, az tök jó, Csaba. Én egyébként még valamikor egy másfél-két évvel ezelőtt játszottam ki a játékot. Úgy az alapjátékot. Még ilyen 2019 november-december környékén. De nagyon-nagyon szeretem egyébként. Ez nem az az ajtó. Hát gondolom, akkor ez az ajtó lesz az. Hű, lesz itt azért sok minden, ahogy látom. Tehát kell itt asztalokat, de első körben egyébként lehet, hogy a szemetet kellene feltakarítani. Még bicikli is volt itt. Az nem semmi. Úgyhogy első körben kidobáljuk a szemeteket. Ez nem az. Ezek kellenek, úgy látszik. Majd lehet, hogy el kell adni. Új képességpont? Na, milyen új képességpontot kaptam majom? De ezzel lesz meló, ezt már most érzem, hogy ez egy hosszabb küldetés lesz, mint az előző. Jó volt az egri videós találkozó. Oh! Örülök, hogyha jól érezted magadat. Most egyébként majd Sopronba fogunk menni. Nem most a hétvégén, hanem jövő hét hétvégén. Úgyhogy kíváncsi leszek egyébként arra is. Remélhetőleg addigra már el tudunk készülni az új színpadi tervel is. Most gőzerővel egyébként azon dolgozunk. Na, az tök jó, Niki. Az tök jó. Na, én akkor közben szépen elkezdek takarítani. Bár eléggé nehéz egyébként látni, hogy pontosan hol is van itt a kosz. Mert oké, ott még van egy virág, amit majd ki kell dobni. Látom a festékeket, tehát az ugye eléggé szembetűnő, viszont ezen a padlón a koszos dolgokat tényleg nehéz észrevenni. Ott vannak a színskálák. Egyébként nagyon-nagyon hangulatos kis nyomda lehetett ez annak idején, kár, hogy csődöt mondott. De nagyon-nagyon klassz, mondjuk ilyen monitorokkal. Így elképzelem, amikor a grafikus megnyitotta a Photoshopot, egy fél évet kellett rá várni, közben megint volt 3 kávét. Én is egyébként volt, hogy nyomdába dolgoztam egy rövid időre, és egyébként nagyon élveztem. És ez most így egy kicsit közel áll a szívemhez. Na, Imu nagyon néma volt. Mikor? Tegnap? Tegnapi streambe vagy mire gondolsz? Hát gondolom, ki volt az, hogy nem tudtuk elindítani a játékot. Jó, lépcsőt kell cserélni. Hogyha jól látom, gondolom, akkor ezt először el kell, hogy adjuk. És akkor így tudok cserélni. Wow, és akkor ki tudom választani ezt is, hogy milyen legyen? Egyébként egy fehér-fekete karnissal. Úgy szerintem egészen jól tud kinézni. Ó, ott még fönt nagy a retek. Úgyhogy itt vagyok és takarítok. Holnapi napot is takarítással töltöm. Hát, ki tudja. Viszont van valahol még egy csomó szemét, ahogy látom. Úgy itt is kell takarítani bőven.
Hát mire ezeknek meg lesz a háza. Tegnap volt Andris. Tegnap volt Warzone stream. Nem tudom, hogy a mai nap lesz-e. Amúgy hülye vagyok, mert ott fönt a térképen látom, hogy hol van kosz közben. Ha lesz kedvünk, biztos lesz. A hétvégén egyébként szeretnénk majd egy nézőit, úgyhogy ha ma nem is, akkor holnap után valószínűleg lesz. Beköveted az oldalt, úgyis kapsz értesítést, úgyhogy érdemes egyébként, hogyha esetleg szeretnéd. Jó, a tükröt kellett eladni, meg a törölköző tartó, tehát igen, az eléggé rossz állapotban volt, meg csempét is kell, hogyha jól látom, cserélnünk. Jó, csempézés és burkolás. És akkor neki ilyen mi kell ide? Kotasztón, fehér csempe, és Ixen Gulae, kicsi bézs csempe. Elmentek ezeket itt kilistázza. Fehér csempe. És kell a kicsi bézs. De ez nem szép, nekem nem tetszik. Mármint, hogy szerintem ez így... Jó, megvesszük ezt. Amúgy ebben a játékban annyira ilyen csúnya csempéket tudnak néha kérni. Sokkal jobban szerettem azt, amikor a saját házamat kellett ugye rendbe rakni. De hát nyilván nem kívánság műsor. Nekem itt megrendeléseket kell teljesítenem, aztán ez van. Ha tetszik, ha nem. Jó, ezt az ajtót egyébként lehet becsukom, mert úgy kicsit jobban fogom azért látni, hogy mit is kell itt pontosan csinálni. Aztán csempézünk. És nem csempészünk, még mielőtt valaki félreértené a dolgot. Jó, ez a fal szerintem egyébként tök jól néz ki így. Abból viszont keveset akarok használni. Ugye ez csak a padló burkolás? Fal... Ja nem, a fal burkoláshoz is akar ilyet. Akkor viszont úgy csak ide ilyet, ide ilyet. És akkor legyen itt ez a fajta. És akkor megnézzük. Tehát nem tudom, nekem ez nem tetszik. Értem én, hogy luxus. És általában akik így nagyon luxus házban élnek, szeretik az ilyen mintákat, de nekem nem tetszik. Én biztos nem választanék ilyet a fürdőszobámba. Nem ezt akartam, hanem a fehéret. Na várjál, csak újra csempézzük. Ezen nem múlhat. Most melyiket akarja használni? Várjál. Nekem ez kell. Remélhetőleg most akkor másikból... De nem! Szivat! Hogy valószínűleg addig, ameddig csempék lerak... jó. Kicsit többbe fog így... Nem, ezt már nem tudom leszedni. Csomag csempére van szükség. Várj, de! Ígyni! Így akartam én ezt. Na, szerintem ez így sokkal jobban néz ki. Luxustól messze van? Hát... Ők mégis ilyet szeretnék. Ez a WC is hogy van itt? Nem lehet áthelyezni, mert a csővezeték miatt, de... Jó, én ezt eladom. Köszönöm. És a fehérből szeretnék még venni, mert ez nekem nem tetszik. Okés. Csempézés és burkolás. Felvétel, és akkor ide tudjuk rakni. Felvétel! Ez inkább otthonos. Nem tudom. Így amúgy még így elviselhető, de abból a barnából vagy bézsből nem szívesen raknék sokat. Mondjuk ez a zöld még rosszabb, tehát hogy... Ahhoz képest egyébként ez még lehet egész jó. Na, úgy abból szeretnék gazdálkodni. Lehet, hogy a barnából kell majd még, hogy használjunk. Azt nézem. Ide középre rakok kettőt, csak így, hogy a WC nem középen van, így ez szerintem elég furán néz ki. Úgy lenne jó, hogyha a WC is ott középen lenne. De elmeteg, ez így meg is van. Hát... Majd a WC-t áthelyezik maguknak, hogyha akarják. Igen, direkt... vegyes, tehát hogy muszáj volt ilyen vegyesből megcsinálni. Viszont kell még nekünk ez a fajta csempe. És akkor elmentek ezt úgy, mint a Sims-be így fogom. És meg is van. Még oda kell egy kevés. És akkor kell egy
Élénk törölköző tartó. És akkor itt most már végre tudok kicsit kreatívkodni, hogy milyen színű legyen ez. Fehér. Ha oda rakjuk egyébként, szerintem a fehér az egészen jó tud lenni. Kell egy 2 darab fali lámpa neki. Ez rózsaszín. Legyen arany. Mindjárt megnézzük, hogy az hogy néz ki. Oda rakok egyet, meg mondjuk oda rakok egyet, hogy a tükör kapjon jó megvilágítást. Mondjuk azt talán ott nem egészen jó helyen van, azt a középre szeretném rakni. És akkor kell egy sötét tükör. Aha. Be tudok szürkét meg barnát választani, akkor viszont ez is legyen szerintem így barna. Ígyni. Egyébként szerintem ez nem néz ki rosszul. Nem? Mármint, hogy nem ilyet választanék, tehát hogy azt az aranylámpát nem választanám ki, csak úgy próbáltam valami luxust vinni ebbe az egészbe. Na, ablakcsere. Ó, na ez menő, ez menő. Azt hittem, hogy ki lehet majd választani, de igazából így is eléggé látványos. Így biztos, hogy nem kell őket lepucolni. Oké, még valahol lesz majd szemét, amit ki kell, hogy dobáljak. Nehéz eldönteni, hogy mi szemét és mi nem az. Mert hogy például ezeket a dobozokat engedtek kidobni, ez a számítógép például szemét? El tudom adni? El tudom adni. Jó, akkor ezeket is szerintem szépen eladogatom. Vagy legalábbis kitörlöm. Mert nem hiszem, hogy ezeket annyira használni fogják. Ez a polc kell? Nem. Akkor ezeket is. Meg ezeket is szerintem eladogatom. Vagy lehet, hogy egyébként is mindent el kell itt adni? Ja, megnézem. Jó, hogy mindent el tudok itt adni. Még az ajtót is. Ezt az ajtót is. House Flippert is. Ennyi volt. Nem kap több reklámot a játékon belül. Oké. Hát így biztos meg lesz. Oké, akkor az egészet úgy látszik mindent el kell itt takarítani. Tehát, hogy így telibe ki kell pucolni az egészet. Posztereket is. Jó. Van itt még esetleg valami ebbe a szobába, ami nem kell neki? A mennyezeti lámpát, ezt a 2 lámpát is azt mondják, hogy meg kell tőle szabadulni, és elméletileg... Ez mi? Még valahol van szemét? Nem vagyunk jók a lakberendezésben, ezért pár döntést inkább rád bíznánk. Na ez már tetszik! Na, hogy lásd, milyen stílus szerettünk, készítettünk számodra egy hangulattáblát. Bármikor különnézhet, hogy ellenőrizd, hogy min kell dolgoznod. Jó. Válasz padló felületet. Itt vannak inspirációk. Inkább ezt választanám. Barna, bézs, meg fehér színeket. Úgyhogy lehet, hogy akkor lehetne az első padló ilyen világos panel. Igen, az emeletet is meg fogom csinálni természetesen, csak először ezt szeretném. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jó, azt mondja, hogy hagyja, hogy innentől kezdve én csináljam. Viszont valahol még mondom takarítani. Itt mutat még. Itt van a nagy kosz. Jó, oké. Retek eltávolítva. Szia Anikó, üdvözöllek. Elég, ha itt vagy a streamen, és jól érzed magadat. Chatre fogom egyébként majd bedobni a Steam kulcsot, amit tudtok aktiválni. Ennyi igazából. Na, választunk akkor bútort. Ez a sarokkanapé, ez nagyon tetszik. Nagyon drága. De szerintem lesz rá pénzük. Ilyen krém színűbe kéne. Lábai egyébként lehetnének feketék. Vagy fehéres? Fehéres legyen inkább. Meg van ilyen barna. De ez a krém színű, ez nagyon tetszik. Úgyhogy szerintem ezt a krém színű kanapét kiválasszuk így ide. Egészen betolva a sarokba. Ó! És akkor ide kell lepakolnom a dolgokat. Aha!
Most az a kérdés, hogy ehhez vajon melyik fog illeni? Hűha! Ezeket viszont már nehezebb lesz így összehangolni. Ezeket nehéz lesz összehangolni. Ide mi kell nekik? Dohányzóasztal, oké. Hát szerintem egy ilyen üvegasztallal nem tudunk mellélőni. Úgyhogy én egy ilyen üvegasztalt választanék első körbe. Ide. Úgy. És ide is egy ilyen kell. Bajban leszek! Bajban leszek én ezzel! Legyen fekete. Meg ez a szín. Talán egyébként ez így passzolna hozzá. Bár a fekete nem biztos. Fekete része az nem biztos. Szóval... meghagyjuk ezt sárgára. Köszönöm szépen közben, Kati. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. Próbáld ki a matricákat, illetve nézd be a támogatói csoportunkba itt Facebookon, ahol egyébként szoktam külön kirakni ilyen kis streamlucos linkeket, szoktalak titeket kérdezgetni dolgokról, van amikor ott is csinálunk live streameket csak támogatóknak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy támogató lettél. És akkor ide is kell egy ugyanilyen szék, hogyha minden igaz. Hiányzott a játék. Most jelent meg igazából egy új DLC hozzá. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy szeretném megnézni az újdonságot, hogy mi került be a játékba. Mindegy, hogy milyen szín, csak az ablakról a kincset el ne felejtsd. Passzolnak elméletileg a színek. Szerintem ez így inspirációnak eddig tök jó, amit összehoztunk. Vagy nem? Valamit elrontottam? Szerintem ez eddig passzol. Ilyesmi színeket akartak, ilyen bézs, meg ilyesmi. Amúgy, de ott a kilincs az ablakon, csak nálunk nincsen, Gabó. Csak nálunk nincsen kilincs az ablakon. Viszont ide lehet, hogy érdemes lenne venni egy ajtót, mert hogy azokat is eladtam. Nagyon rosszul néztek ki azok az ajtók, szóval... ja. Tolóajtó! Mi menő már! Annyira szeretnék egyszer tolóajtót. Annyira tetszik egyébként. Jó játék! Na, örülök neki, hogyha tetszik. Ez egy fürdőszoba ajtó. Amiben egyébként lehet, hogy... aha, az ott lehetne üveg. És olyat szeretnék, ami passzol a benti szobához is, meg a fürdőszobához is, ami egyébként baromi nehéz lesz. De talán, hogyha ezt a base szint meghagyjuk, akkor úgy jó lehet. Ja, ide. Nézzük. Excuse me? Ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó. Azt mondja, ez fürdőszoba ajtó, de akkor nekem olyan kell, ami nem keskeny fürdőszoba ajtó. Ajtók. Nézd. Honnan tudjam, hogy ide mekkora ajtó kell? Ajaj, beltéri ajtó. Akkor egy ilyen sima beltéri ajtót nézzünk ide. Lehetne ilyen amerikai szilfa. Szilfa, szilva. Keretnek pedig szerintem maradjon ugyanez. Ez így jó? Hát szerintem jó, kicsit átlunk a csempe. És ezt lehet egyébként másképp kellene lerakni, de egyébként szerintem ez az irány, ez így jó lesz. Csak gondolom minden kellene nekem ezt így elhelyezni, így. Ja, így nem néz ki olyan hülyem. Na! Hát egyébként a padlóval nem vagyok elégedett most így. Azt kell, hogy mondjam. De... csak meg tudom majd még változtatni, remélem. Majd lehet, hogy azt még módosítjuk. Ajtók, és akkor kell nekem egy bejárati ajtó is. Bejárati ajtó. Igen, ezek az alap bejárati ajtók, amik ugye voltak régebben is a House Flipperbe. De szerintem azért ennél tudnánk valami elegánsabbat is választani. Ez fürdőszoba, bejárati ajtó. Bejárati ajtó, legyen ez. Kint egyébként nem tudom, milyenek vannak. De akkor legyen ez is amerikai szilfa. Csak hogy akkor legalább az legyen ugyanaz. Jó. Bár érdekes egyébként, hogy igen, az ablakok meg feketék.
Ebbe tudtam volna feketét? Várjál. Az ajtókkal fogok itt a legtöbbet szöszmötölni. Már most érzem. Legyen akkor az ajtó is fekete, hogyha már az ablakok feketék, vagy legalábbis ilyen sötétebb színű. Remélhetőleg azért tetszeni fog nekik ez. Ajtók. Igen, és akkor kell nekem egy olyan fürdőszobai ajtó, ami... Ami... Az milyen ajtó, te jó ég! Beltéri ajtó kell nekem. Ugyanez igazából. Csak nem bejáratiba. Ében fa. Ez tökéletes is. Szerintem ez így jó. Mondjuk ez most megint két különböző szín. Jó. Megoldom én. Ezt használtam, ugye? Ebből van ébenfa? Fekete. Kefete. Legyen sima fekete. Aj, annyira szeretném, ha minden passzolna mindenhez, de... Ez sose lesz jó! Sose lesz jó ez a hülye ajtó! Szia! Üdvözöllek! Melyik ajtót válasszam? Segítsetek! Beltéri ajtó kell nekem. Bembejárati beltéri. Interuka. Ez jó lesz, fekete fa. Így. Kész. Én ezzel többet nem szenvedek. Ígyni. Tök jó. Szerintem. Oké, szoba kifestése fehér színű kellene. Kell akkor viszont fehér festéket vennem, ha minden igaz. Ebbe tudnak nekem itt segíteni? Feladatok. Bútorok megvannak. Fehér festéket pedig innen. Large. Nagy méretbe kell szerintem. És akkor lehet is festeni. Szia Herbert, üdvözöllek ismételten. Ó, az figyeld a szobafestő. Kevés festéket használok. Egy csomót tudok egyszerre festeni. Nagyon OP vagyok. Azt kell, hogy mondjam. Itt még nincs lefestve, hogyha jól látom, ott. Meg ott se. Szépen megcsináljuk ám, nem csak úgy összecsapjuk. Jó. Újból belemártogatjuk. Fekete vagy zöld ajtó, jó válasz mindig adni, jegyezd meg. Na! OP mestermű, köszönöm szépen. Igyekszem, de hogy látom, azért kell majd még sötét bal oldali sarokszekrény, meg ilyenek. Azért ezzel a házzal meggyűlik az ember baja. Nem 3 másodperccel ezt elkészíteni. De hát ez a szép ebben a játékban. Mindenhol be lett ez festve. Szerintem igen. Meg majd úgy is jelzi, hogyha valami nincs meg igazából. Miért amúgy nem tetszik nektek itt az, hogy elhányjátok magatokat, meg ilyenek? Vagy csak lemaradtam valamiről? Lemaradtam valamiről, ugye? Nyugtassatok meg, hogy annyira azért nem vészes, amit most csinálok. Ez a fal túl magas, esetleg állványt vagy létrát kellene használnod. Azt mikor kapok, ha? Életemet kockáztatom, hogy kifessem nektek itt a házat. Állványra kell állnom, meg ilyenek. Bizony, hát akkor bánat. Megvettem az új bútorokat, úgyhogy most jól kifestek mögötte. Nem tudom, hogy fogok amúgy kifesteni. Fel fog nekik tűnni, hogy ott nem festek ki? Hát nem akarok félkész munkát, úgyhogy valahogy csak megoldjuk. Megoldjuk. Remélhetőleg nem csöppel rá a festék a drága új bútorra. 1,5 millióba került ez a kanapé, úgyhogy... Jó lenne, nem? Jók az ajtók? Na, köszönöm szépen az elismerő szavakat. Igazán kedvesek vagytok. Oké. Okay. A létrás... Imunak van létrás gatyája. Van egy gatyája, amit mindig akkor vesz fel, amikor létrára áll. De ez így tök véletlen, én vettem észre, hogy... azt hiszem a függönyöket szerelte föl.
És ugye ahhoz létrára kellett állni, hogy fel tudja őket rakni. És így mutatott egy képet, amin egy jóval régebbi képet, ami ugyanabban a gatyában volt, úgyhogy az lett a létrás gatyája. Hát igen, először lehet, hogy a falfestés szokott lenni, utána pedig a bútor. Én most egy kicsit megváltoztattam itt a sorrendet. De közben meg már izé van itt, sötét. Nincs, ja, nincs világítás, majd eladtam a lámpákat. Mindegy, legalább majd látjuk este, hogy néz ki. Felkapcsolom addig a kis fejlámpámat. Én már itt nem tudom, vagy 10 órája itt vagyok. Úgyhogy... remélhetőleg értékelni fogják ezt az itt lakók. Nem úgy baromi jól fog kinézni, nem a tiédtől, hányunk, ne izgulj. Eddig nagyon pofás kis lakás, csak ne kókányold el a festést. Hidd el, Gabó, ügyesen festek. Na, az tök szuper, Kinga. Hát, figyelj, ezt a kanapét egyébként majd, ha arrébb rakjuk, szerintem simán ki tudunk ott majd még festeni. De lassan el fog fogyni a festék. Ahogy látom, az pedig probléma lesz. Az pedig nagy probléma lesz. Szia, Erika! Üdvözöllek! Elfogyott teljesen. Ja, meglátjuk. Ez a zene? Kidobás. Hát akkor ezt kidobjuk. Egy kis fehér festéket akkor majd még kell vennünk. Ezt pedig akkor egy kicsit arrébb rakjuk. Nem semmi amúgy, ekkora bútor, csak úgy megfogok, azt arrébb rakok. Erős hiányzó vagyok ám. Meg vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Aranyosak vagytok, hogy mindig így érdeklődtök. Minden szuper igazából. Ma ilyen tök jó napom volt. Boldog vagyok, jól érzem magamat, úgyhogy... örülök neki, hogy minden szuperül alakult. Eddig remélhetőleg így is fog a későbbiekben is. Mondom, még van egy YouTube videó, amit szeretnék majd megcsinálni, ezután a stream után. Úgyhogy azt is majd láthatjátok, és akkor... igazából utána még majd jövünk vissza streammel. Úgyhogy, ja. Igen, Himu most elfoglalt, úgyhogy ő most nem tud itt lenni. Meg ez egyébként is egy single player játék, úgyhogy nem is tudna. Meg tudom magamat védeni, látod? Szia, Laci, üdvözöllek! Üdv! Jó. Hát ez fent is egyébként fehérre kell majd festeni, vajon a falakat? Szóval ez túl magas, az följebb is tudtam az előbb még festeni. Oké, és... és akkor... szia, Adrián! Üdvözöllek! Tök jó téged is látni. Jó, szerintem az alsó szint igazából megvan, majd még nyilván ott is festeni kell, de ahhoz meg már szerintem állvány kell, amúgy is. Nem hiszem, hogy az lesz a megfelelő módja, hogy mindig felugrálok bútorok tetejére. Mindenkinek paprika spriha, tudod dobálni a bútorokat, hát látod, figyelj. Kemény vidéken nőttem föl. Úgyhogy ezért is kellett. Nem, egyébként nem. Hétvégén lesz a nézői, remélhetőleg lesz, igen. Kis és sok volt a meló, de végre itt vagyok. Örülök neki. Remélhetőleg akkor lesz majd egy kis nyugi is most már. Azt nézem, hogy akkor egy kis konyhát kell építenünk. Mert hogy kell hűtőszekrényt venni, meg mindenféle ilyesmit. Ez nagyon jól fog kinézni. Szóval itt egy konyhát képzeltek el, meg egy tévét. Ez egy ilyen amerikai nappali lesz, ha minden igaz. És akkor ebből kell... nem emlékszem, milyen fát használtunk itt. Az viszont baj, az viszont baj. Amerikai szilfa volt talán? Hova tudnánk rakni itt a tévét? Valóban ide tudnám elképzelni, csak... hát jó, lehet, hogy ide kéne. Ezeket nem lehet valahogy áthelyezni? Ezeket mindenféleképpen ide szeretnék. Mert mondjuk, hogyha ezt így ide tudnám rakni, akkor aki ide jól tudja nézni a tévét, tehát aki meg oda, az mondjuk nem, de... de ő meg így be tud fordulni a társaság felé. Így.
Fogjuk akkor ezt a virágot. Gust. Az pedig jöhet úgy oda. Szerintem ez így egészen jó pofa tud lenni. Vagy ezt megfoghatnánk. És akkor jöhetne ez is így ide, de szerintem ez meg így nem annyira jó. Nem, ez nem jó. Amerikai szél volt. Akkor jó. Lehet, hogy ezt csak így ide kéne berakni. De ez se néz ki olyan jól. Hűha, hova fogjuk elhelyezni ezt a tévét? Ebbe voltam egyébként mindig is kicsit rosszabb ebbe a játékba, hogy hogyan lehetne jól elhelyezni a bútorokat. Ezt viszont lehet jobb lenne középre rakni. Jó. Sarokba tegyem a virágot? Szerintem az ott jó lesz egyébként, ahova raktuk. Ide kell nekik egy televízió. És akkor, hát nagy rész egyébként, akik itt ülnek, tudják nézni. Oké, és akkor mi van még itt, ami esetleg kellene? Van itt egy állólámpa. Az egyébként szerintem pont jól is jönne. Kérdés, hogy milyen méretbe kell nekik. Oké, és legyen sárga, vagy legyen ez is bézs. Azzal szerintem mellé lőni nem tudunk. Mondjuk a tévé szerintem ad elég fényt, úgyhogy lehet, hogy azt kellene inkább így ide rakni. Nem rossz egyébként, nem rossz egyébként. Volt főnököm, csinálta ugyanezt, amikor segítettem neki költözni, éjszaka még lápon fényeknél butrokat pakoltunk egyik helyről a másikra. Az kellemes. Köszönöm szépen, Szabi, nagyon aranyos vagy. Na, okés. Van itt még fali lámpa. A tolóajtót akartak. Most nézem, hogy itt vannak az ajtók, amiket akartak. Ó, te. Az nem jó. Az nem jó. Hát akkor tök fölöslegesen pepecseltem itt ezekkel. Jó. Nézzük akkor ezt a sarokszekrényt szerintem. Milyen színvilágot képzeltek el? Barnába talán jobban néz neki. Mert hogy ilyen barnás színvilág volt, ha jól rémlik. Az alapja az ez, jó. Tehát akkor maradjon ez, és akkor az asztallap lehetne esetleg ilyen. Szép a ház, vigyes vagy, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rékus, örülök, hogyha tetszenek a tartalmak. Maradjatok egyébként mindig ilyen kedvesek és aranyosak, cukik. Jó. Sötét készlet. 2 méter. Ó, oké, ilyen kell. És akkor ebből is valami hasonló szín kellene, színvilág. Én ilyen ajtókkal nem venném át a lakást. Szia, Gergő, köszönöm szépen a csillagokat. Most miért? Szerintem tök jó. Szerintem tök jó. Te próbáltad már egyébként, Gergő, az új frissítést? Most jött ki egy új DLC a játékhoz. Ebből is igen barnát szeretnék. Mindenféleképpen, hogy passzoljon. Azt nézem, hogy ott az az ajtó. Oké. Csak hát az... Sehogy se fog az oda passzolni. Mi? Lehet, hogy ezt a fehéret kellene kiválasztani. Akkor, hogy barna-fehér. És akkor ilyen fehér fogantyúkkal. Jaj. Nincsen ebből barna. Bézs. Engem az árkvideóit fogtad meg, kipróbálnám én is, de nem tudom, hogy hogyan jussak hozzá. Igazából Epic Store-ban is be tudod szerezni az árkot, illetve ugye Steam-en is, attól függ, hogy melyiket szereted jobban használni, melyiken van mondjuk több játékod. Nyilván azt is érdemes megnézni, hogy esetleg valamelyiken akciós-e. Vagy hogyha nem számítógépen játszol, akkor igazából Xboxon és Playstationon is elérhető a játék. És akkor meg nyilván az ottani sztorba. Sötét szekrény kellene, még ilyen keskeny, ebből is akkor barna, fogantyú az lehet fehér, csak szerintem... Igen, itt a fogantyúk színe az nem lesz ugyanolyan. Vagy de? Sikerült? Csak az asztallap más. Itt más az asztallap. Nem fehér. Aha. Ezt tudom esetleg módosítani? Vagy csak eladni?
Jó lenne egyébként, hogyha ezt lehetne valahogy módosítani. Akkor viszont ezt el kell, hogy adjuk. Jó, oda kell figyelni tényleg, hogy ugyanolyanok legyenek, mert nem szeretném, hogy tök más legyen, az olyan furcsán néz neki. Krém színűt választottunk, vagy tiszta fehér volt itt? Tuti nem ez. Tuti nem ez. Fizetős a játék, igen. Epic eset inkább ne, tele van problémákkal, mi megvettük az Arkot akciósan Steamen. Igen, egyébként a szerverek is főként Steamre vannak. Drága nagyon, én csak PC-s vagyok, annyira nem. Gergő közben nem próbáltam, még azért is jöttem, mert Kivi vagyok. Ja! Az első küldetés egyébként nagyon-nagyon király, egy hajót kell felújítani, de nem akarok spoilerezni, hogyha esetleg szeretnéd kipróbálni. Csak most itt hadilábon állok egyébként a bútorokkal. Jó, kell még egy ilyen keskeny szekrény. Így nincs barna, 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 barna. Nem bonyolítjuk túl, mert aztán megint valami más szint megveszek véletlenül. És akkor kell egy ilyen beépít, egy szagelszívós cucli. Nem lesz egyszerű egyébként ezt szépre megcsinálni, úgy érzem. De talán egyébként ez így egészen elviselhető. Kinézetre. Legalábbis. Válasz életben is lakberendezést? Vagy lakberendezőt? Lehet lakberendezőre lenne inkább szükségem. Meglátjátok, úristen, válasz inkább, ha az életben idáig eljutsz egy lakberendezőt, mert ez... Pár elszívó az van? Az beépített, ott van. Ez a fajta kellett neki, úgyhogy én ezt vettem. Mert hogy egyébként itt nagy rész megvan adva az, hogy ugye mit kell csinálni, milyen bútorokat szeretnének. Úgyhogy nem olyan egyszerű ám ez. A hűtőnek egyébként kell lenni áramellátás, vagy azt majd megoldják ők. Hűtő egyből az ajtó mellett szerintem tökéletes. Mondjuk eléggé így távol van a konyha bútortól, meg mindentől. Úgyhogy megnézem esetleg itt, hogy néz neki. De nem, ide nem is lehet rakni. Konnektor miatt. Akkor viszont nem kell neki konnektor. Majd izé szeretettel fog működni a hűtőnk. Jó, kell még fali szekrény, hogyha jól látom. Ez is igazából ide a konyhába jön. Az üveg lehet fehér és sötétebb is, de inkább az üveget választanám. De felülre szerintem ez így jó is lesz. Okés. És akkor még egy ilyen sötét fali szekrényt szeretnének. Ugyanezekkel a fogantyúkkal, mint a föntiek természetesen. Szerintem egyébként egész jó ez a kis konyha. Okés. Meg is vennéd? Na, köszönöm szépen, örülök, hogyha tetszik. Amerikai szilfa volt akkor, amivel dolgoztunk, úgyhogy maradnék ennél. És hát igen, kell egy étkező asztalt is valahova. Na most ez itt a nagy kérdés, hogy ezt hova rakjuk? Hány szék kell? Kettő darab széket szeretnének. Szóval... Lehet, hogy én ezt az asztalt akkor valahova ide raknám egyből. Mindjárt megnézzük, milyen székek vannak. Aha. Legyen akkor ez is sötét barna, és mondjuk fehér a lába. Ez a szilfa asztal akkor viszont nem biztos, hogy annyira illik ide. De a bútorok meg... az a bútor ilyen. Úgyhogy ezért csak-csak. Hát igen. Hogyha az ember multizni is szeretne, akkor muszáj megvenni a játékokat, meg hát a fejlesztőket sem illik annyira meglopni, úgyhogy én továbbra is a legális játékvásárlás mellett vagyok, amennyiben az embernek van rá lehetősége. Főleg, ha elfut mondjuk a PC-den a játék, akkor valószínűleg megengedhetsz magadnak egy 10-15 eurós játékot. Oké. Megnézzük ezt? Nem, a sziafa kéne, mert tényleg azt... Azt kezdtük el, csak talán ezekkel a lábakkal jobb. Hát, tudja igazából a fene. Lehet a széklábait kellene inkább megváltoztatni. Széklábait változtatom inkább meg. Vagy ezekből a székekből nincsen sziafa?
Nem, csak barna van. Barna meg sötét barna. Ez a bézs. Hát talán ez így jobban passzol, de tudja igazából a... Nem, nem vagyok ezzel se elégedett. Milyen színű legyen ez a szék? Ugye muszáj ezt a fajta széket vennem. Nem hiszem, Szabi, engem annyira az a játék nem tudott lekötni, meg társaságom sincsen rá, úgyhogy nem. Nem szeretném megígérni, mert nem hiszem. Legyen ilyen rózsaszínes. Tudom, hogy sokan szeretitek azt a játékot, régen volt is belőle többször is videó, de... De engem hosszú távon nem tud lekötni. Jó. Kell egy ilyen pad is, hogyha jól látom. Ebből kéne akkor ugyanolyan, mint ami az asztal volt. Amerikai sziafa. És talán ez a... Milyen volt a lába? De nem, akkor ez kell az asztalhoz. Nem ilyen volt a lába, mi? Tök különböző. Különböző. Jó, akkor eladjuk az asztal, nem mondom. És akkor most megnézzük, hogy milyen lábat választok ki, mert mindig másik lábat választok. Szilfa, feketével. Így. Ezt így nem lehet elrontani. Oké. És akkor fekete, szilfa. Így. Így már biztos jó. Köszönöm szépen a lehetőséget. És akkor ezeket a székeket meg nem tudom, ide berakjuk. Így. Ha be tudom oda forgatni, de remélhetőleg be tudom oda forgatni. Jó, igazából szerintem ez így jó, ezeket a székeket nem tudom, hogy hova tervezték, majd még lehet, hogy kiderül. Lehet egyébként nem is ehhez az asztalhoz. Talán még a tolóajtók, mennyezeti lámpa kell még nekik. De akkor lehet ebből is az arany kéne. Nem, ez az arany, ez borzasztóan néz ki. De nem akarok annyiféle színt. Legyen bézs. De ez se sokkal jobb. Nem bántásból, de ez se sokkal jobb. Ezt lehet, hogy inkább a konyhába kéne rakni. Legyen azért itt nekik egy kis fény, hogyha esetleg dolgoznak valamin. Ami finomat készítenek. Okés. És akkor kell ez a fajta tolóajtó. De ez hova? I mean... Oké, az egyik az ide a fürdőbe. Azt úgy értem. De a másik... Melyik lenne a bejárati ajtó innentől kezdve? Szilfa... Fekete? Így esetleg nézzük csak ezt így meg. Aha. És akkor bejárati ajtó helyett nekik ilyen ajtó kell. Komolyan. Mondjuk azért érdekes, nem tudom, én félnék a helyükbe, de hát hogyha nekik ezt tetszik. Mondjuk lehet, hogy inkább az kéne bejárati ajtónak. Igen, valószínűleg inkább az kéne a bejárati ajtónak. Az úgy jobban passzol hozzá. De ez nekem nagyon furcsa. Miért árba egy fél órát kell várni a frissítése? Hát általában az árknál ez szokott lenni, hogyha ha frissítés van. Nagyon-nagyon sokat kell sajnos várni, hogy betöltse. Úgyhogy rosszak egyébként a szerverek Steamen általában. De gondolom jön az event, igen, a Halloween event. Na, oké, és ez így meg is van szerintem. Tökéletes. És akkor kell még ilyen fali modul. Ez nagyon szép, ez nagyon tetszik. Csak legyen ez is szilfából. Csak ezt hova rakjuk, hol mutatna ez úgy igazán jól. Valahol itt tudnám egyébként elképzelni, bár nem biztos, hogy jó, hogyha ott van. Itt a lépcsőnél. Ebből kell egy C verzió. Mi a különbség amúgy ezek között? E verzió. Ja, hogy á, oké. Ide egyet. A verzió. Itt már virágok színét ki se lehetett választani. És akkor kell még ide egy
Az lehet fehér virágos. Ugyanúgy, mint itt a kezdésnél. És ezt ide tudom rakni? Így ezek mellé. Oda. Hát én így ide tudnám elképzelni. Úgy. Igazából. Szerintem az ott úgy jól néz ki. Vagy esetleg az étkező asztal fölé. Ide nem férne el. Szóval oda biztosan nem. Ti hova raknátok? Inkább oda az étkező asztalhoz? Vagy jó ott szerintetek a lépcsőnél? Lehet egyébként ki kellene festeni szépen fönt az emeletet, és akkor könnyebb lenne eldönteni. Jó, kell még ez a loftos fali lámpa. Majdnem mást olvastam. De szerencsére nem olvastuk félre. Tesz meg menjen ide akkor. Azt, hogy a lámpákat hova rakom nekik, szerintem lényegében mindegy. És akkor így most már igazából meg is van a nappali konyhával. Jó, ott a lépcsőnek egy elfér a tévé felett. Igen, de egybe szeretném őket, mert szerintem ezek egybe mutatnak úgy igazán jól. Na, akkor mehet tovább a takarítás. Az emelettel ugye még nem végeztünk. Viszont közben, skacok, én azt mondom, hogy az első ilyen kis sorsolást gyorsan meg is ejteném. Úgyhogy figyeljetek, hogy chatre fogom nektek beírni a Steam kulcsot. Egy ember tudja csak aktiválni. Ez egy House Flipper kulcs, tehát ez egy alap House Flipper játék lesz. Akinek még nincs meg Steam-em, azt tudja aktiválni csak, és csak egy ember. És majd légy szírjátok meg, hogy ki volt ez, aki vitte. Úgyhogy tolom is a chatre. Tessék, skacok! Sok sikert! Na! A stream végén pedig lesz majd még egy DLC sorsolás, szóval akinek nincs, megvan az alapjáték, az is még részt tud venni. Ők sem maradnak ki a jóból. Okés. Jaj, ez festék, nekem takarítani kell. Még egyelőre, aztán majd nyilván festegetni is kell majd még. Itt mutat még szemetet nekünk. Meg ott fölül. Itt végig kell mennem az ablak párkányon, vagy hogy fogom én ezt csinálni? Az ablakokat itt ki tudom majd cserélni. De szerintem ahhoz, hogy azt ott... Ó, nem, itt végig tudok jönni a párkányon. Biztonságos, mit nem mondjak, biztonságos. Át kell oda... Pénz Parker? Oh, sikerült! Sikerült. Állvány, tudod kinek kell állvány? Megoldom én anélkül is. Megoldom én állvány nélkül is ezt az ablak csere dolgot. Még jó, hogy itt volt ez a kanapé. Még jó, hogy itt volt ez a kanapé. Én azt mondom. Majdnem csúnya vége lett ennek. Oké. Szerintem a takarítással lassan meg is vagyunk. Már csak eladni kell a dolgokat itt. Viszont nincs az összes ablak kicserélve. Jaj, ne! Melyik ablakot nem... ezt az ablakot nem cseréltük még ki. Szerencsére ez pont itt is van. Na, gratulálok, Merci! Jó játékot! Hogy azok nehogy kiesik az ablakon. Igen, ez mondjuk kellemetlen lenne. Igen, tudom, Szabi, ezt egyébként minden streamben megírod, hogy jön. Tudom, reagáltam is már nagyon sokszor. Majd lesz belőle videó. Az egyik sorsolás igen, meg volt Laca, de lesz majd még. Úgyhogy... érdemes majd azt is megvárni. Lanu, a beltéri ajtót kell ide vennem. Jó. Ide pedig ez a fajta kell. Jó. És akkor ezt is fehérre kell kifestenünk, ahogy látom, akkor ebből is szerintem veszek egy elleset. Viszont a festést ezt nem fogom tudni megoldani azon a részen szerintem, úgyhogy muszáj leszek állványt vagy létrát vennem. Sikerült a tegnapi Acsi szubot PC-ről elfogadni? Na, örülök neki, Jani. Igen, Peti tegnap 5 ajándék előfizetést is beküldött a chatre. Amit egészen sokan tudtatok aktiválni, szóval tök király. Köszönjük szépen, hogyha esetleg itt van még egyszer. Aztán majd nézd be a támogatói csoportba is. Ahogy mondtam, ugye ott is szoktunk csinálni ilyen kis élőadásokat, amiket nyilván csak a támogatók látnak, ezzel is szeretnénk megköszönni azt, hogy itt vagytok és segítitek ezt az egészet. Jó. Tökéletesre szeretném egyébként ezt a munkát is megcsinálni.
Úgyhogy lehet, hogy valakinek ez ilyen túl pepecselős, de hát ez a játék erről szól egyébként is. Úgyhogy remélhetőleg így már majd mindenkinek tetszeni fog. Jó, gyorsan festek, igen. Igen, sajnos nem az én saját mentésem, ugye itt a stream elején el is mondtam, hogy ugye januárban nekem lett egy új számítógépem, ugye leváltottam a régit, és a régén se volt meg sajnos a House Flipper mentés, ugye ezért is volt egy pár perces csúszás így a stream kezdésbe. De hát ez van sajnos, úgyhogy egy ilyen fullos mentést töltöttem le, amiben nyilván az összes ilyen képesség már maxon van. Bár egyébként úgy emlékszem, hogy nekem is maxon volt minden. Úgyhogy nagyjából ilyen képességekkel rendelkezett az én karakterem is, ilyen gyorsan tudott festeni, egyszer ennyi izét tudott mázolni, meg ilyenek, csempézni, vakolni, meg minden ilyesmi, ami a házfelújítással jár. Jó. Itt lesz a francia ágy, ilyen emeleti ágyat akarnak? Érdekes, érdekes. Arról lesz Ricsi videóm a mai nap, azt még beszeretném fejezni, de igen, már 90%-ba kész, csak egy datapekre vártam. Úgyhogy majd azt látni fogod a véleményemet, meg mindent mai nap felkerül YouTube-ra, ezután a stream után befejezem. Úgyhogy majd ott megtudhatod a kérdésedre a választ. Köszönöm egyébként, hogy tiszteletbe tartod azt, hogy nem Minecraft stream van, úgyhogy nem Minecraftos kérdésekkel bombázol. Szia Csabi, üdvözöllek! Nem kell létre ott a kanapé. Amúgy, meg itt az állvány. Mi ez a blokkpárkány? Most nehéz átugrani. Még a csere előtt itt jó, így is átférek. Ide kéne hoznom egyébként ezt a festékes vödröt. Remélem el fogom érni innen. Nem. Akkor veszek inkább egy másikat. Vagy emmel szerintem jó lesz. Téglát gurítom hengerrel, hol a glettel, és hát... Ez most így alakult. Így alakult. Figyelj, én olyan csoda vagyok. Megoldom anélkül is. Fel se tűnik, látod? Milyen szép egyenesek ezek a falak. Hát ezt kéri a játék. Na, úgy van, amikor ki kell javítani falhibákat, és akkor meg van rá lehetőség, de itt most gondolom úgy voltak vele a fejlesztők, hogy azért az már túl sok lenne. Ja jó, oké, a zseblámpát igen, most már ki lehet kapcsolni, csak közben volt egy éjszaka is, és akkor meg még kellett. Jogos egyébként. De hogy magas ez a fal. Simán megoldjuk. Szia Máté, üdvözöllek, de rég láttalak. Szia, szia. Jó újra itt látni. Még te főként Sims-en szoktál lenni, Sims streameken. Gondolom azt szereted. Jó. Haladunk amúgy szerintem egész jó. Ez ilyen art lesz, nem kell oda glett. Hát figyelj, egyébként is mondták, hogy nagy művész lelkek, ez egy nyomda volt, izé, érted? Jó ez nekik, jó ez nekik. Én azt mondom. De muszáj leszek izét venni a lépcsőt. Azt akarom megnézni, hogy hol van nekem ilyen. Azt viszont olyan rég csináltam, létrák és állványok. Alumínium létra $28, majd kifizettetem velük. Remélhetőleg ez így eléggé magas. És akkor így már ki tudom majd festeni nekik a dolgokat. Tulajhelyben lefoliáztam volna a bútorokat. Igazából ezeket most vettem én. Úgyhogy nekem kellett volna erről gondoskodnom, mint festő. Mázoló minden egybe, de hát na. Nem lett szerencsére semmi sem maszatos, úgyhogy szerintem így jó is. Oké. És lassan meg is vagyunk egyébként a szoba festésével szerintem. Csak ezt majd még arrébb kell, hogy rakjam, mert ez a baj egyébként ezekkel az állványokkal, ezért nem szeretem a játékban, mert borzasztó macerás a használatuk. Ezt rá tudom például erre a bútorra rakni? Nem. De ide fel tudom.
S hát akkor így innen elérem. Ó, te! Remélem, sok pénzt fognak fizetni azért a munkáért. Túl maga... Ah, felállok a létre a legtetejére, és akkor már nem lesz túl magas. Az viszont igen. Az is? Hát ez szívás. Akkor itt tényleg állványt kellene vennem, hogy ott kifessek. Látszik, hogy ma kezdted nem a vödröd viszed arrébb, hanem hengerre rohangálsz. Szeretek mozogni, na hát ilyen ez. Medencék, ez mi menő már? Medencét nem szeretnének? Csinálok én, mondjuk kifizetni nem fogom helyettük, de nem szeretnének? Hát akkor kell egy nagy állvány, gondolom. Hogy itt is ki tudjak festeni, de ó, nem már, most át kell rakjam itt a bútorokat. Még ennyire nagy állvány nem biztos, hogy kellett volna. Nem, ekkora nagy állvány nem kell. Már egy jó ideje takarítok. Hát ilyen ez. Ilyen ez a játék. Nem kell ekkora állvány nekünk. Sima állvány jó lesz. Igen, igen. Akkor maszatos leszek. De úgy jó maszatosnak lenni. Ilyen lassan lejönni. De akkor átvisszük a festéket, figyelj! Mint egy jó festő! Most elmetek, fogom a kezembe ezt a vödröt. Ragd le, úgy? Jó? Minden tökéletes! Folyamat során nem hiába lett kitalálva, először a festés, aztán a bútorok. Lehet, lehet! Igen! Lehet ezt... Jobban át kellett volna gondolni, mielőtt belekezdek. Na nem baj, majd a következő melónál megoldjuk. Jó. Igazából azzal a résszel leszek ott nagy bajba. De talán azt ki tudom festeni onnan az ablakpárkányról, mert nem szeretném arrébb helyezni most emiatt ott a bútorokat, hogy le tudjam rakni ezt az állványt, hogy kifessem ott azt a kis részt. Az az igazság. Lustaság vagy sem, de nem igazából szeretném áthelyezni. Áj, elfogyott közben a festékünk. Úgyhogy kell még egy SS méret szerintem. Fentről lefelé halad a festő, mindig a mennyezet az első. Én most mindent, mindennek is ellent mondok. Új szabályokat alkotok. De lehet, hogy azok nem véletlenül lettek így kitalálva. De megoldom én így. Figyelj. Azt figyeld! Ennyi életveszélyes, de legalább meg tudom csinálni anélkül, hogy át kéne helyeznem a bútorokat. Lustaság, fél egészség, vagy mi? Jaj! Jó. Azt még egyelőre ott hagyom. Semmi gond! Jó, jó, jó. Ah! Kész vagyok! Kész vagyok! Én mindent fordítva csinálok, igen. Megoldom. Akkor is. Kifestek. Jó, jó. Valahol itt volt. Itt van! Jó. Nagyon óvatosan kell, és akkor úgy jó lesz. Meg vagyok! Kifestettem mindenhol, ugye? Szerintem igen. Mindenhol, ahol látszódik, tuti kifestettem. Ahol meg nem látszódik, ott a megrendelő se fogja észrevenni. A parkör itt sem megy. Jó. Oké. Okay. Na, meg is van. Akkor kell ide egy Teddy francia ágya. Nézzük meg Teddy francia ágyát. Ilyen ágyat szeretnének? Hát ez pont ugyanaz volt, mint ami a hajón is. Fú, de össze van izélve amúgy. A amerikai szilfás legyen? Szerintem amerikai szilfás, ja, de a lepedő az bánat.
És ezt hova rakjam? Az ágyat. Ide az ablak alá, nem? Majd bemászik. Nem Sims, úgyhogy jó lesz az ott. Bár azért lehet egy kicsit. Hogy még be kell ágyazni nekem. Hogyne? Hát most se lett sokkal szebb. Oké, és akkor kell még nekem egy olyan, hogy agám a sötét színű szekrény. És ők mindenféleképpen sötétet szeretnének? Nem lehet szilfa? Ráálltam a szilfára, tudom. Mondjuk lehetne akkor olyan, hogy ez itt... Ah, várjál, Teddy. Fekete. Fehér. Mert itt az ablakok meg a erkély miatt inkább ezt a fekete színt próbálnám meg. Kicsit gyűrött a lepedő. Megkelegdíjat megérdemlem, köszönöm. És akkor ebből lehetne hideg hamu. Nem, szilfa. Hol van? Az én szilfám. Szilvafám. Oda egy ilyen szekrény. Nem tudom, kell nekik éjjeli szekrény is? Vagy az úgy jó lesz? Azt hiszem, az ott egyébként tök jól néz ki. Könyves polc. Pout. Szilfa. Fekete. Így. Könyves polc egyébként, ha elfér oda, akkor az ott tök jól tud mutatni. Lehet, hogy ide kéne. Kell nekik mi kell nekik egyébként? Azt kéne megnézni, és akkor kicsit egyszerűbben el tudnám dönteni, hogy miket hova rakjak el. Jó, kell nekik egy olyan, hogy karosszék, állólámpa, asztali lámpa, íróasztal, gurulós szekrény, meg egy tolóajtó, kettő darab ebből. Lehetne fehér, nem, fekete fogantyú, és akkor legyen ez is a szilfás verzió. Ide kellene, gondolom, a tolóajtók. Kicsit sok talán a tolóajtó ebbe a házba, de hát nyilván ezt akarja megrendelő, úgyhogy... Nekem ebbe beleszólásom nem sok van. Oké. Megvan a két tolóajtó, csak az följebb van, mint a másik, mert kicsit be lehet látni. Az meg nem biztos, hogy szerencsés. De most azt nézem, hogy két konyhájuk lesz. Az mondjuk úgy érdekes, majd lent is csináltunk egy konyhát. Vagy lehet, hogy ide majd mást akarnak? Nem, ez is konyha lesz. Hát jó. Egyelőre ezt becsukjuk, ne is lássuk. Na. Amúgy nem rossz, de valószínűleg ide kéne az íróasztal, mert itt vannak ugye a cuccok hozzá, konnektor, ilyesmi, áramellátás. Oda meg jöhet szerintem a polc. Bár lehet, hogy nem így képzelték el, mindegy, megnézzük, hogy mik vannak még, mint lehetőség. Szilfa, fekete, a lába is lehetnek szerintem feketék. Úgy. És akkor ehhez kell még egy karosszék. Ezt is lehet fából, világos tölgy. Ebből van szilfa, jó. Akkor ilyen lesz. Fekete, szilfa, jó. Itt amúgy minden tök ugyanolyan. Lehet egy kicsit változatosabbak a bútorok, itt már minden ugyanaz kb. Hivatalosan a kedvenc fám már nyilvánítod a szilfát. Hát. Figyelj, ez is ebből lesz. Az állólámpám. Mindenem is ebből lesz. Mindenemet a szilfáért. Még azt lehet, hogy inkább így ide rakjuk. Kis lámpácskát. Kell két gurulós szekrény, akkor gondolom ezek kellenének. Nagyon-nagyon gyanítom, hogy ezek kellenének akkor nekik itt az ágy mellé. Viszont ebből nem tudok feketét. Ja, valószínűleg ez kell nekik így az ágy mellé. Jó, akkor ezt a kettőt... Vagy, várjál, nem is, ez az asztal alá megy. Úgy oda. De akkor miért nem tudok feketét? Ez így nagyon furán néz ki, nem? Lehet, akkor inkább fehéret veszek. Fehér széllel, a gurulós szekrényből. És akkor úgy nem hat annyira bután. Jaj, tudjanak warzonozni? Mindenféleképpen olyan gépet rakunk be, persze. Alap. Nem tudom. Én igyekszem szépet. De ebben nem vagyok biztos, hogy ez szép. Kicsit olyan nem szép hatása van. Pedig ezt kéne, hogy oda jöjjön.
Nem baj, jó a zene! Nem, ez a fehér, ez bánat. Na, szóval... Vagy legyen fekete és barna? Legyen ilyen fordított, azt mondjuk meg lehetne nézni. Azt mondjuk meg lehetne nézni. Áh! Megvan, ami nekünk kell. Szerintem így a legjobb. Ja, igazából nekem így tetszik, úgyhogy jó lesz így. És akkor még kell kettő asztali lámpa, de egyébként szerintem ez lenne a... amit eredetileg... az ágyak mellé terveztek. De most ide kapnak egy lámpát, meg ide kapnak még egy lámpát, és akkor... Problem solved! Ezt többféle módon is föl lehet kapcsolni ezeket a lámpákat. De jó! Na, megvan akkor a hálószoba is. Úgyhogy, ja. Nem túl szerencsés, hogy odaraktam a hálószoba, az ajtót a ablakokhoz. Hát... Majd elhúzzák a függönyt. Ja, ups. Hát de hova máshova rakná az ember itt? Tehát, hogy erre a részre kellett, ők így kérték. Kicsi kínai családnak csak jó lesz így. Én ebben nem szólok bele, ő dolguk. És ez egy raktár lesz. Hogyha jól látom. Oké. És itt is fehérre akarnak mindent. Teljesen jó. Igen, egy kódot már kiraktam a chatra, Anikó, de lesz még egy. Úgyhogy ha esetleg arról lemaradtál, akkor még van lehetőség. Másik oldalra, de hát ott meg... Érted, feljönnek itt egyből a lépcsőn, az se jó. Feljön a lépcsőn és egyből belebotlik az ágyba. Nem tudom, szerintem nem. Én nekem ott jobb, logikusabb oda elrakni, de... Ja, nyilván mindenkinek más jut elsőre az eszébe. Mondjuk egyébként abból a szempontból se, hogy ott van az ágy, hogy... Ugye a beszűrődő hangok az ablakon zavarhatják őket, de csak nem. Szia, Peti! Remélem nem volt gond abból, amit tegnap írtál. Az ágyat dugjon be a gardróbba. Szerinted az megoldás? Azért ez egy elég nagyvárosi épület volt, ahogy láttam, szóval tényleg... Hogyha nem hangszigetelt az ablak, akkor simán beszűrődik a mentő meg minden. A meg nem olyan jó. Jó. Kell akkor ide egy ilyen tükör. Tudnó, hova fogjuk rakni. De rakunk ide egy tükröt. Hát talán így ide, egyből. Lehet egymást nézegetni. Egyébként ez egy izének tűnik nekem. Ruhás szekrény. Ez egy gardrób lesz. Oké. Egész jól néz ki. Kicsit ilyen IKEA-snak tűnik. Úgyhogy akkor olyan lesz, mint a miénk. Pont most állítottam én is össze gardróbot ugye idén. És amúgy sok munka volt vele megtervezni ténylegesen, hogy akkor most hogy legyenek a falak, meg ilyesmi, azt a részét egyébként tökre élveztem. Ugye úgy építkeztünk a felújítás során. Jó. Legyen akkor ez is fehér. És akkor még van egy 100 centis. Oké, és... Fogantyúk, azok milyenek voltak? Részletek. Az ott, szerintem azt fehérre állítottam. Majd ezt még itt meg kell nézni, hogy hogy legyen jó. Érdekes egyébként, hogy nincsen ajtó. Nekem zavar. Sziasztok! Mondjuk a felső emelet tehát annyira nem hangos, bárki tudja, a 6-on nem az ablak alatti buszforgalom zavart, hanem a szomszédok. Hát nem tudom igazából. Igen, egyébként nyilván jó kérdés ez, hogy kinek mi az, ami kellemetlen tud lenni. Ott az fekete. De az üveg az szerintem lenni ilyen fehéres színű. Steamre, Szabi. Steames. Mivel a játék az hamarosan elfogy a büdzsém. Hát de hova szórakozol? Itt megrendelik az izét, a drága dolgokat, aztán nincs rá pénz. Érted? Ilyet? Jó, ez pedig szerintem jöhet így ide.
Azon gondolkozok, hogy... De nem, én ezt így látom logikusnak, ezt az elrendezést. Viszont akkor ezt lehet, hogy falnál jobban mutatna. Úgyhogy ezt arrébb hozom, ezt az egészet. Úgy oda. Majd mindjárt meglátjátok, hogy mit akarok. Tehát el se toljuk rá teljesen a farm, egyébként se tesz jót a bútornak. Oké. És akkor... Csak itt meg az ajtónál lesz ez szerintem furcsa, de hát mindegy, majd ők tudják. Hogy akarják. Ígyni. És akkor így nagyjából faltól falig van minden. Viszont akkor a tükröt ide középre rakom. Jó, hát én ezt így tudom elképzelni jónak. Vagy ami még lehetséges lenne, hogy ezt a sarokelemet odarakom. És akkor ott lenne. Szerintem ez így jó. Kicsit ilyen izé, beleakadsz, amikor belemész, de... Ez milyen szoba? Szerintem ez gardrób. Én úgy gondolom. Okés. Itt is akkor szépen mindent el kell, hogy adjunk. Meg ki kell, hogy takarítsunk, és akkor... Már csak ez a konyha van hátra, hogyha minden igaz. Mióta megy egyébként közben a stream? Mindjárt gyorsan megnézem, skacok, csak hogy mennyi fér még bele. Lassan 2 órája? Olyan gyorsan egyébként elmegy az idő ezzel a játékkal. Okés. És szépen ezt letakarítjuk. És el kell adnom olyan ezt is? Ó, itt még csövezni is kell, meg egy csomó mindent. Rengeteget változott a játék, amikor utoljára láttam, igen. Sokat-sokat változott. Na, akkor ide kell egy ilyen csempe. Egyébként szerintem ezt konkrétan a lenti fürdőből hozzák. Ott volt ez a furcsa színű csempe. Ú, és ennyiféle színkombinációt szeretnének ebből? Jaj. Lehet akkor viszont ezt a szín világot kellett volna, ezt a zöldes szín világot választani alapból. Na jó. Ez amúgy nem lesz egyszerű ebből a szépet, ezekből a csempékből, de igyekszem. Oké. Most a zöldet fölvettem. Legyen akkor itt ez a 2 zöld, és akkor vele szembe is lehetne szerintem zöld. Csak hogy az nem bele szembe lett, de se baj, megoldjuk. Így ide. Oké. Akkor nagyjából ez szerintem így jó is ezzel egy vonalba. Ó, nem. Ott 2 kellene, hogy legyen. Akkor viszont fehér. Csempézés, és nekem nem ez kell. Oké, hanem ez a fajta felvétel. Oké. Tehát ide egy ilyet, meg így ide egy ilyet. Hú, ez nagyon nem néz ki jól. Hogy kéne ezt szépre megcsinálni? Ügyes vagyok és megoldom? Hát... Bízom benne, de nem tudom, nekem ez... Az ott nem tetszik, úgyhogy azt majd biztos, hogy ki fogom cserélni. Érdekes. Elmetek, ez egy konyha lesz. Vagy nem? Nem, fürdőkád. Ez egy... fürdőszoba lesz. Mert a lenti fürdőszoba az csak egy WC volt. Ja, hát jogos, csak egy WC van lent, úgyhogy kell nekik egy rendes fürdő is. Jó. Akkor viszont lehet először a bútorokat kéne lerakni, nem? Nem, mert aztán meg a csempézéssel fogok szívni. Jó. És itt ezt ki... Cseréljük erre a színre. Nem tudom. Nem tudok ablakot rakni! Ne, ez nem az a játék, ez nem Sims.
Ez nem Sims, itt nem tudok csak úgy lerakni ablakokat, meg ilyesmi. Itt csak át kell alakítani egy meglévő házat, úgyhogy ez itt nem működik. Mondjuk itt talán jobban néznek ki, hogyha... Nézzük csak így. Hogyha úgy csinálnám, ahogy eredetileg gondoltam. Ja, szerintem ez így egészen jó pofa. És most a zöld maradjon, hát inkább a zöld, nem? Fú, de bajba vagyok most ezzel. Ez a színvilág nagyon nem az enyém. Fölkapcsolom közben a villanyt, hogy lássunk rendesen. Egész jó lett, hát... Én nem vagyok vele teljesen elégedett, de remélhetőleg a megrendelők azok lesznek. Majd meglátjuk. Ahhoz képest, ami volt, biztos, hogy jobb lesz. Igen, egyszer használatos a kód, egy ember tudja csak használni, szóval. A leggyorsabb vitte. Itt legalább jobban néznek ki a bútorok, csempék, stb. Mint a Sims-ben? Vagy most mihez képest? Gondolom egyébként a Sims-re gondoltam, ugye arról volt szó az előbb. Oké, és... És akkor szerintem ott a másik oldalt is ez a fajta csempe lesz. Bár egyébként lehet, hogy csak itt kéne, hogy legyen ez a fajta csempe. Aj, tudja a fene, hogy hogy mutatna ez jól. Nem egyszerű ám ez, nem egyszerű ám ez. Úgyhogy nem irigylem a lakberendezőket ebből a szempontból, hogy megmondják, hogy mit kell használni, és akkor ők meg találják és kapnak egy ilyen nehéz feladatot. És nem is ezt akartam. Ah, te. Ezt le kéne rakni. És akkor nekem ez a fajta csempe kell. És szerintem akkor ide is ilyen lesz vele szembe. Csak hogy közben ez meg elfogyott. Jó, ezt eladjuk. Ezt is eladjuk. És akkor oda jön még ez a fehéres színű. Csak hogy ebből sokkal többet kaptunk. Hát kicsit pazaroljuk. De... Még van pénz, úgyhogy... Olyan nagy baj csak nem lesz belőle. Szürkét tennéd lentre? Hát most már... De nem a padló, az muszáj, hogy ez legyen. Az a baj. Tehát látod, padlónál ezt a türkisz csempét szeretnék. Mindegy, jó lesz ez így. Kell egy mosdó, fürdőkád, zuhanyzó, vannak ám itt igények. Fürdőkádat én odaraknám. Remélhetőleg el is fog férni, ez egy elég picike kis fürdőszoba, úgyhogy zuhanyzót, meg fürdőkádat, meg minden ilyesmit szeretnének. Ja, és ez egy sarokkád, ó, jaj. Hát akkor viszont... Na majd mindjárt meglátjuk, tudunk-e ide valamit a sarokba rakni mellé. Akkor viszont lehet, nem ide kellett volna a sarokkádat rakni. Főleg, hogy ez nincs is teljesen a sarkon. Ó, te. Ez se lesz itt jó. Akkor. Ezt meg kellett volna igen nézni, hogy... Milyen bútorokat akarnak pontosan. Zuhanyzó, akkor lehet ide kéne... Hogy lenne ez jó? Ide a zuhanyzót. De az is tuti valami izé lesz, valami sus. Lerakom, aztán nem lesz jó a zuhanyzója. Nem mindegy, sajnos. Na ide kell nekik akkor egy zuhanyzó. Ami szintén... De szóval miért nem mondja előre a játék, hogy... Így ide le tudom rakni, csak szerintem pont rossz helyen lesz az ajtó, nem? Na, mindjárt meglátjuk. Ja, hát ezt a falhoz kellene rakni, abba az old... És onnantól tudom meg, hogy milyen izét akar, ez mondjuk hülyeség szerintem. Tehát először le kell raknom a kiépítést, és aztán ő majd eldönti szépen, hogy... Jó.
Akkor ide rakjuk az zuhanyzót. Jó lesz ez egyszer! Eskü! Remélhetőleg. Szakember lennék, ma azt mondtam volna, hogy keressetek más embert, aki megcsinálja. Keressetek mást, aki ezt megcsinálja helyettetek. De így most már jó lesz, elméletileg, igen. Így most mind a négy izé. Jó. Na, zuhanyzó megvan. Kell akkor egy olyan, hogy mosdó fürdőkád, csővezeték rendszer, lebegő WC-hez. Jó, a WC szerintem itt jó lesz. Jó, hogy ezt nem is kell nekem beszerelni, király. Egy ilyen szép WC-t. Majdnem a csókos WC-t kérték, kicsit azért szomorú vagyok. Akkor legyen türkis színű. Hogyha már olyan a csempe. Nem semmi. WC-t szerelek élőbe. Azt figyeld. Patent kis klotyó, nem? Jó. Kell akkor a fürdőkád, az egy sarokkád volt, szóval... Szóval nem oda kéne raknunk. Fürdőkád kivezetés, jó. De hát itt nem is mutatja, hogy ez sarokkád lesz. Tiszta bánat. Honnan kéne nekem tudnom, hogy akkor ők sarokkádat akarnak, addig ameddig nem írja ki, hogy miért akarnak. Így vajon jó lesz az, hogy már nem emlékszem, hogy hogy volt a kád. A barikád. Na mindjárt megnézzük, hát ha. Ó, szia apa, hátsó brítés, patent WC. Láttam, hogy hívtál pont akkor, amikor elkezdődött a stream. De majd visszahívlak szerintem egy pár percen belül, mert most már mindjárt végzek ezzel. Csak még ezt a kádat kell valahogy kitalálnom, hogy ezt hova rakom le. Mert hogy kitalálták, hogy sarokkád, de aztán meg csak a baj van vele. Oda esetleg? Remélem, hogy már jó lesz. Jó. És akkor már csak össze kell, hogy szereljük. Király. Szerintem ez itt jó. Így most legalább a sarokban van a sarokkád. Jó lesz az oda. Jó lesz az oda. Na. Akkor kell még egy mosdó. Azt meg akkor egyből szerintem így ide raknám. Hogyha belépnek, csak kezet akarnak mosni, az legyen a legkönnyebben elérhető. Meg WC-vel szembe se raknék szívesen mosdót, mert az is olyan fura. A szia fa természetesen. My favorite kind of fa. Igen, és akkor még ezt is össze kell, hogy szereljük. Úgy. Olyan gyorsan szerelek, hogy... Itt aztán nem lesz izé, csőtörés, meg ilyenek. És nem középre raktam. Nem középre raktam. Oké. Okay. Így már csak középen lesz. I hope so. Középnek tűnik. De a szélfás kell. Hogy ezen egyébként így lehet még egy kicsit módosítani, szóval valószínűleg itt rontottam el. De szerintem így most jó lesz. Jaj, de ezt mennyit kell csavargatni. Jó. Ezeket a legnehezebb összeszerelni, érted? Egy izét, egy zuhanyzót könnyebb volt összeszerelni, mint egy csapot. Szerintem ez most középen van. Én legalábbis úgy látom. Jó, kell nekik egy fali lámpa. Szilfa. Fekete.
Nem lesz elfelejtve a tükör. Ha kérnek, akkor azt rakunk, és valószínűleg kérnek. Ugye megrendelés alapján kell nekem összeválogatnom itt a bútorokat. Az a lámpa? Hol van a villanykapcsoló? Ott van. Úgy. Oké, és kell még akkor egy akasztós polc. Ez is lehetne egyébként akkor szerintem zöld színű. De... üres. Jó, hát rakok rá azért izét törcsit, ilyesmit. Az jöhet egyből így ide. És akkor kell még egy álló WC papírtartó. Jó, a legfontosabb. Azt meg nyilván oda a WC mellé. Meg is vagyunk, elméletileg. Kész is van akkor a kecó. Tök jó. Jó, én akkor be is fejezem ezt a munkát. Egész jól kerestünk rajta. És akkor most láthatjuk, hogy milyen volt, milyen lett. Szerintem egyébként elég szép munkát sikerült összehoznunk. Remélem egyébként nektek is tetszik. Ja, egyébként a lenti WC az talán jobban sikerült. Karaktert nem, a karakterem az vámpír, nem lehet látni a tükörbe. Korrekt lett? Jó. Hát két munkát tudtunk akkor ebben a streamben megcsinálni, és akkor ahogy ígértem nektek, jön a második kulcs, amiben ezt a DLC-t tudjátok megnyerni. Írom is a chatre, úgyhogy aki a leggyorsabb, az viszi. Köszönöm szépen egyébként tényleg, hogy itt voltatok, illetve aki esetleg még nem követte be az oldalamat, az kövesse be, és akkor kap mindig az élőadásokról értesítést. Hamarosan majd még jövök vissza. Viszont mondom még azt, a YouTube videót szeretném befejezni, amit tegnap elkezdtem, és szeretném azt publikálni. Úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mikor, de jövök. Úgyhogy ja, sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok. Hello, hello!